ilyen toltartósi, ami ilyen cipzáró. Nagy örömmel fogadták a tanévkezdésre kapott csomagjaikat a gyerekek a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában. A Tolnai Vármegye székhelyen már hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat ajándékkal köszönti az első osztályosokat, akik egyébként izgatottan várták az iskolát. Azért, mert megtanulhatunk mindent. Gyurkovics János elmondta, hogy mindig igyekeznek a gyerekek számára hasznos csomagokat összeállítani. Ennek hagyományai vannak itt vannak Szekszárdon az önkormányzat részéről, és hát az idei évben is folytattuk a hagyományokat. Most ebben az évben a Babits iskolába jöttünk. Gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy minden első osztályost, aki a szekszárdi iskolákba elkezdi a tanévet, szerény ajándékba részesül. Hát olyanokat céloztunk meg, amit a mindennapi élet során tudnak használni a kisgyerekek. Most egy tornazsákot és benne egy ilyen színes ceruza tartót kaptak. A Babits iskolában 68 kisdiák vártak kíváncsian, hogy vajon milyen is lesz az a bizonyos sulis élet. Átadtuk az ajándékot, nagyon-nagyon okosan, értelmesen, ügyesen reagáltak itt az első pillanatokra, hát a mai az még egy bemelegítő nap, és akkor hétfőn kezdődik az igazi munka és az igazi tanulás. Szekszárdon idén több mint 360 gyerek ült először az iskolapadba.